1940-es éveket követően lesz általánossá a reformáció, a hitújítás. Érdekes módon hozzánk Tolna Baranya Ráckere felől érkezik a reformáció híre, öröme. Különösképpen a tolnai és a ráckerei református egyházközségek iskolái voltak ennek terjesztői. Ami számunkra, az itt élő emberek számára, Szegedi Kis István munkássága az, amelyiknek köszönhetjük az itteni elindulást, aki akkor tolnai református tanító volt, majd később lelkipásztor lett, és később püspökké választották. A mi vidékünk az ő fáradozásának, munkájának köszönheti a reformáció elindulását.